Az Egri stadionban 3500 férőhelyes lelátót alakítanak ki, 1500 hely fedett lesz a nézőtéren. Az MB2-es kritériumoknak megfelelő lesz az új főépület, az öltözők és a VIP szekció is. A kormányzatnak a sport területén három fő célja van, fejtette ki Budapesten a Magyar Sportházában tartott sajtótájékoztató Nyitrai Zsolt, Egerés térségének országgyűlési képviselője. Lehetőség szerint minél több fiatal és gyermek tudjon napi szinten sportolni. Ezt a mindennapos testnevelés lehetővé tette. Úgy elmondhatjuk, hogy már a napi szinten több mint 1,2 millió magyar gyermek sportol. A másik nagy cél, hogy minél több nagy világversenyt vagy nagy presztízsű rendezvényt idehozzunk Magyarországra, hiszen ez országimás szempontjából rendkívül fontos. A harmadik pedig, hogy mindezeket megfelelő és méltó infrastruktúrális körülmények között lehessen megtenni. Az EGRI felújítások támogatási szerződését karácsony előtt írták alá, tette hozzá Nyitrai Zsolt. A felsővárosi sporttelepen egy új kétszintes épületben öltözők, irodák és tantermek kapnak helyet, ahol az utánpótlás nevelésre lesz lehetőség. Eger büszke a sport életére, mondta az alpolgármester. A Magyar Atlétikai Szövetség és a Magyar Labdarúgó Szövetség együttműködésével a felújítás már elkezdődött, tavaly átadták a 8 pályás futókört, dobó, ugróhelyeket, valamint megújult a centerpálya, sorolta Martonné Adler Ildikó. Ez a történet most folytatódik, hiszen egy 2,4 milliárd forintos kormányzati támogatásnak köszönhetően az Egri Szent Mariai Stadion régi pompájában fog tündökölni. Azt gondolom, hogy az egri fiatalok legnagyobb örömére, és bízom abban, hogy nagyon sok szép hazai és nemzetközi sporteseménynek tudunk otthont adni. Több mint 300 fiatal futballozik jelenleg, igazoltan Egerben, ők a DVTK-val való szakmai együttműködés után is a város színeiben rúghatják a bőrt, mondta el dr. Bényi Szabolcs, a Heves megyei közgyűlés alelnöke. Évekkel ezelőtt megindult az együttműködés már a Borsos Sport Invest és a DVTK kezdeményezésére, ami ebben az évben a támogató joghirat aláírásával befejeződött. Ez a szegmens is indulhat a beruházás és az építkezés. Sánta Gergely, a Borsod Invest Kft. Ügyvezetője kifejtette, a Diósgyőri klubbal évek óta tart a közös szakmai munka Egerben, ez a stadion felújítással tovább folytatódik. A Szent Mariai stadion tehát 2,2 milliárd forintból, a Felsővárosi Sporttelep 200 millió forintból újul meg, a tervek szerint 2019 nyarán már az átadó következik mindkét helyszínen.